Köszöntöm Vollár Attilát, köszönjük szépen neki a meghívást, hogy behívott minket az erőműbe megmutatni az idei fejlesztéseket. A Covid miatt most nem az üzemben beszélgetünk, hanem itt bent az irodájában, az előbbi körbe jártuk az üzemet, megmutatta nekem, hogy milyen változások történtek az idei évben. Mondaná erről pár gondolatot, mit láthattunk? Igen, hát először is sok szeretettel köszöntöm én is a tisztelt nézőket. 2020-ban ígéretünknek megfelelően folytatódott a Bakonyi Erőmű ZRT kazánfelújítási programja. A 12-es számú kazánfelújítását végeztük el. A 10-es kazán az hasonlóan itt is több ponton változtattunk a kazán eredeti installációján. Itt elsősorban a tüzelési rendszer, az irányítás technika került átalakításra. Tüzeléstechnikában a 10-es kazán tapasztalatait felhasználva, illetve azt továbbfejlesztve a fluidágyon további változtatásokat hajtottunk végre, amelyek abban valósultak meg, hogy egy teljesen más levegőelosztási rendszert használtunk az új kazánnál, illetve magának az ágy ürítésnek a lehetőségét javítottunk. Ez egy folyamatos ágy elengedést tesz lehetővé, ebben mindig jó pozícióban tartva a fluid ágyat. A korábban lesalakoló rendszert használtunk, ezt most változtattuk, egy nedvesített csiga fordja ki a salakot a fluid ágy alól, és ez egy konténerbe kerül, és azt úgy ürítjük, tehát nincsen a salak elmosatásnak tovább itt rendszere a 12-es kazánnál. A sarokégőket itt is ugyanúgy használtuk, mint a 10-es kazánon, de már egy továbbfejlesztett verziót, ami úgy látjuk a próbaüzemek során, hogy beváltotta a hozzáfűzött reményeket, és a fluidágy is jól terhelhető. Én azt gondolom, hogy a 10-es kazánnál is előrébb tudtunk lépni. A levegőelosztási rendszer hasonló maradt, a Jungström felújítása is megtörtént. A változások még esetleg a 10-es kazánhoz képest is az, hogy egy távfőhőcserélő is bekerült a rendszerbe. Ez azt jelenti, hogy szinte már a füstgáz, tehát a kazánházból való kilépésnél a szívóventilátorok előtt egy 4 MW-os hőcserélővel bővítettük még az energia visszanyerő rendszert. Ugye ennek az egyik fő oka az, hogy minél kisebb hőfokkal távozzon a füstgáz a filter felé. Természetesen a filter is felújításra került, az összes elektroda ki lett benne cserélve, illetve a filter alatti 50 köbméteres portartály, porhombár is újjáépítésre került az egész elmosató rendszerével együtt. Az irányítás technika már a 10-es kazánon megszokott rendszerre változott. Azt tovább finomítottuk, úgyhogy a vezénylőteremben most a 10-es és a 12-es kazánt is akár egy kezelőegységről tudják kezelni a kollégák. Ugye így most egy régi kezelőpulttal kevesebb van a vezénylőteremben, de hát ez így van jól, és egy teljesen új képet ad, egy modern képet ad a mai üzemeltetésről. Ami még fontos változás, hogy a P2-es pontforráshoz, tehát a nyugati kéményhez kapcsolódóan 9 és 10-es kazánoknál NOx csökkentő rendszert installáltunk. Ennek az a lényeg, hogy a távozó füstgázba már a tűztérben ammónia oldatot fecskendezünk, így az NOx 180 mg alá tudjuk csökkenteni, ugye ez egy fontos változás a korábbiakhoz képest. Ez a rendszer korábban már egyébként a 11-12-es kazánnál megvalósult, úgyhogy ez is egyfajta bővítés volt. Maga a beruházás augusztus 1-én kezdődött, akkor állítottuk le a kazánt, akkor kezdtük meg a bontásokat, és december 1-én volt az első begyújtási kísérlet, amikor a gázlángot meggyújtottuk. Azt mondom, hogy ahogy azt mondhatom, hogy végig nagyjából az ütemeknek megfelelően, az ütemtervnek megfelelően haladtunk, és ugye itt nagy szerencsénk volt, mert a Covid helyzet ellenére
mint a saját kollégáink, mind a szerződő tagvállalkozók tudtak teljesíteni, nagyon apró csúszásokkal, de a határidőt mégis tudtuk tartani. Úgyhogy én nagyon örülök, hogy ezt végre tudtuk hajtani. Körülbelül a bekerülési költség olyan 1,3 milliárd forint volt ennek a felújításnak. Köszönöm. Van nekünk ez a kormos csoportunk, és én ott jeleztem, hogy fogok jönni. Kíváncsi voltam, hogy ki hogyan érzékeli az elmúlt évek, az elmúlt év munkáját, tevékenységét, hiszen a Covid miatt most azért egy kicsit kevesebbet tudott mindenki az utcán tölteni. Valamint én azt láttam, hogy visszábesett a csoport aktivitása is, illetve kevesebben jelezték felénk azt, hogy gondot okozna a korom. Ha megengedi, én egy pár észrevételt felolvasnék. Azt írja valaki, hogy sajnos a hét elején újabb nagy szállítmány érkezhetett, mert éjjel-nappal zakatoltak a munkagépek és az autók. Megint ellepte a korom. Nem csökkent, inkább növekedett a kiengedett korom. Szörnyű hangos gépek, zakatolása a belvárosban, és tisztán hallható és idegesítő, hogy a város közepén lakni olyan, mint egy gyártelepen. Felújíthatnák ezeket a lánctalpasokat, vagy lecserélhetnék a technológiát. Hát a hozzászóló úgy érzi, hogy most egy kicsit megint megemelkedett a korom, valamint a gépeknek a hangját nehezményezi, nem tudom. Én azt gondolom, hogy mind a két kérdésre megpróbálnék válaszolni. Ugye, akkor a gépekkel kezdjük. Igen, valóban, tehát ugye viszonylag sok gép vesz részt a tüzelőanyag manipulációban. A tüzelőanyagok mozgatása, feladása nagy, nehéz gépeknek a segítségét igényli. Az biztos egy már rövid távú program, hogy a Pannonbiomassa Kft., akik kollégáink végzik a tüzelőanyag mozgatást, azok tervezik a nagygépeknek a cseréjét, folyamatos cseréjét. Ugye ezekben viszonylag magas üzemóra van ezekben a gépekben, és valójában ugye van rakodó, homlokrakodógép, illetve van dózer, aminek hát ugye ez a hangja van. Ami biztos, hogy változik, és vagy változott közben, hogy egyre kevesebb szemet használ fel az erőmű, és a maga a szénbuktatónak a jövője az most már így eldőlt, hogy nem fogjuk a jövőben használni, tehát az onnan lévő zajhatások is le fognak csökkenni, ugye köszönhetően annak, hogy jelentősen lecsökkentettük a szén tüzelőanyag felhasználását. A másik ugye a por kérdése, vagy a korom kérdése. Arra törekszünk, hogy a lehető legkevesebb szenet használjuk fel. Ugye itt a 12-es kazán felújítása során azért volt egyszer-egyszer, hogy a 8-as kazánt be kellett indítani. Ennek lehet, hogy a kazánindításkor voltak olyan jellegű hatásai, hogy esetleg több por ment ki, vagy kazántisztításokkor. Ugye ismerve, vagy emlékezve a 8-as kazánnál lévő problémára, elektrofilter problémára, amikor volt ez az expanziós eset. Nyilvánvalóan itt vannak olyan balesetvédelmi szabályok, hogy mikor lehet bekapcsolni az elektrofilter tisztításoknál, vagy egyéb körülmények mentén. Azt gondolom, hogy minimális eset lehet, vagy lehetett, amikor por ment ki. Én azt gondolom, hogy ezt fel kell tudni vállalni, ezt felvállalom. De összességében egy kazán felújításával is azt gondolom, hogy már javult a korábbi helyzet. Mi arra tettünk ígéretet, hogy ezt a felújítási programot megkezdjük, lefolytatjuk. Figyelemmel arra, hogy a lakosságot irritáló szennyezéseket próbáljuk minimalizálni. Szerintem ennek egy következő lépése a 12-es kazán átalakítás, és azt gondolom, hogy talán hozzásegít a céljaink megvalósulásához. Ugye azt ne feledjük, hogy tulajdonképpen az idejében egy felújított kazánunk volt. Tehát azt gondolom, hogy a 10-es kazán felújítása után, most, hogy becsatlakozik a 12-es kazán, a 2021-es évben még tovább fognak javulni majd a környezetvédelmi mutatóink. Én nagyon bízok abban, hogy a lakosság is ebben fog találkozni, hogy még kevesebb porszennyezés jut ki az erőmű területéről, mind a készletéről, mind pedig a kéményeken keresztül.
Ebben abszolút partner vagyok, hogyha valahol probléma van, vagy valaki megkeres abban, hogy időpontot meg tudja jelölni, akkor természetesen én vállom azt, hogy utána nézek, és megpróbálom megkeresni az okát. Nyilván, hogyha van hiba, vagy hibázunk, akkor abból tanulni kell, azt meg kell oldani. Én ezt fel tudom vállalni, hogy a jövőben is erre oda fogok hatni. Hát ezt igazolni is tudom éppen a mai nap, amikor megbeszéltük az időpontot, hogy mikor jöjjek be, akkor jeleztem egy problémát, és amire beértem, igazgató úr már utána is nézett, konkrétan ez a Tímfölgyári útnál a porszennyezés, ott az autószerelő műhely mellett, ahol fönnállt az autóm a napokban. Hát 3 hetet, de 2 nap után úgy nézett ki, mint amit leöntöttek fűrészporral. Én nem tudtam, hogy honnan jött ez a por. Utána mondták nekem, hogy ez a fűrészüzemnek a pora, de ígéretet kaptunk rá igazgatótól, hogy ez rendeződni fog. Igen, ez egy visszatérő probléma, és máshonnan is meg szoktak keresni ezügyben. Én többször is felkértem a beszállítókat. Ugye ez nem az erőműhöz tartozik, vagy nem a Pannonbiomasz a telepeje. Megkértem, akit ugye a Pannonbiomaszán keresztül el tudok kérni beszállítót, hogy legyenek szívesek, figyelnek oda nagyon, hogy zárt szerelvénnyel közlekedjenek, hogy ne szórodjon szét a por. Arra is fel szoktam hívni, vagy meg szoktam kérni őket, hogy legyenek szívesek a megfelelő sebességgel közlekedni, mert még sokszor azt gondolom, hogy az is néha problémát jelent, de rátérve konkrétan erre a telephelyre, itt a jövő héttől a párásító, tehát az a vízfüggöny, ami megóvja a por szétterjedését, újra üzembe fog állni, jelenleg egy alkatrész probléma van, de ezen tudnak javítani, illetve ahogy megígérték, a tüzelőanyag átszállítása továbbra is zárt autókkal történik. Ezen kívül van egy kis útisztítógép, ezzel napi szinten a kiszóródásokat felszoktuk takarítani. Nyilván megkértem a biztonsági szolgálatot is, hogy ügyeljenek arra, hogy az ürítések után a távozó autóknak a lökhárítóján, vagy egyéb olyan részén, ahol felrakódást lehet, ott azt azért takarítassák le, hogy ne a közúton hulljon le ez a tüzelőanyag, és ebben is ott porhatást, meg hát, szemétként ott ne jelentkezzem. Azt, hogy csökkent a koron kibocsátása, amúgy a csoporttagok is megerősítették. Többen írták, hogy van korom, de kevesebb, mint szokott lenni, úgyhogy ez is azt igazolja, hogy eredményesek talán azok a törekvések, amit a Veolia megtett. Azonban én megígértem valakinek, hogy rákérdezek arra, hogy mindjárt megkeresem pontosan a kérdését. Azt kérdezi az egyik fórumozó, hogy bírósági eskü alatt is kimernie jelenteni, hogy a környezetvédelmi adatok valósak. Na, ugye azért akkor picit ugye az erőmű működésével kapcsolatban egy pár gondolatot azért elmondanék. Az, hogy működik az erőmű, ugye részben vannak saját szakembereink, részben kell szakértőkre támaszkodnunk. Most ezt a kibocsátási rendszert annak idején, ennek a mérését egy olyan alvállalkozónk tervezte és készítette, és mai napig üzemelteti, aki ennek a tudásában, ennek a tudásnak a birtokában van. Ezt annak idején ugye megtervezték és engedélyeztették, hogy ez így működik, jól működjön, elfogadta a hatóság. Tehát jelen pillanatban azt tudom mondani, hogy ennek megfelelően működik az erőmű, ennek megfelelően működik a mérés, ahogy az engedélyeztetve lett, ahogy az szabályos. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezek az adatok, amiket mi mérünk, ezek megfelelnek a valóságnak. Manipulálhatóak ezek az adatok, amiket kikapcsolható a szonda, vagy bele lehet nyugodni a rendszer? Ez egy zárt rendszer, nyilván lehet karban, nyilván karban is kell tartani időszakonként, nyilván ezt szintén ez a szerződött partner végzi. Tehát így az erőműnek a kollégáit nem szívesen engedném oda, hiszen nem is a mi kompetenciánk. Jó, de azt itt az erőműben nem tudja senki megcsinálni, hogy gondol egyet, lekapcsolja, vagy átállítja, hogy mit tudom én, fele akkor a károsanyag kibocsátást mutasson, mint ami valójában van.
ez ugye nem is lenne szerencsés, hiszen a hatóság bármikor jöhet mérni. Tehát így alapvetően annak egy kontrollja, egy külső mérés. Ugye mi szoktunk többször is mérni. Pontosan azért, hogy amikor változtatunk valamilyen tüzelés technikailag, vagy más tüzelőanyagot adunk hozzá. Ugye ez mindig mielőtt folyamatosan alkalmazzuk, különböző szekciókat mérni szoktunk, különböző terheléseken, különböző mennyiségű keverékekkel. Ilyenkor mindig szoktunk kérni mérőkocsikat, tehát mi magunk. És akkor ezek a mérések alapján látjuk azt, hogy mi az az a határ, ahol valóban még szinte észrevehetetlen a változás, tehát magyarul a füstgáz összetevők nem változnak, hiszen olyan kevés összetételben kerül be más tüzelőanyag a rendszerbe, tehát ennek tulajdonképpen mindig van lehetőség kontrollra. Tehát a hatóság bármikor jöhet és azt mutatja, hogy most egy kontrollmérést csinál. Nyilván hát nem lenne szerencsés, ha ez más mutatna. Bejelentik, vagy nem megjelennek? Bejelentés nélkül jöhetnek bármikor. Többször szóba kerül itt a tüzelőanyagnak az összetétele. Említett a riportunk elején, hogy próbálják a szenet minél jobban visszaszorítani. Volt olyan hozzászólás, aki azt írta, hogy ha szárazabb lenne az anyag, de aztán ezt valaki megcáfolta, illetve nem megcáfolta, hanem tulajdonképpen tudatosította, hogy most jó anyag érkezik be, száraz anyag érkezik be. Milyen most a tüzelőanyag összetétel jelenleg? Alapvetően a beérkezett tüzelőanyagra nem mondhatjuk azt, hogy túl nedves lenne. Én azt gondolom, hogy viszonylag volt egy szárazabb időszak itt a nyár vége, az ősz eleje. Folyamatos és jó anyag, ami bekerül az erőműbe. Ez mellett a pannonbiomasszás kollégáink nagyon sok hengeres készletet is tartanak raktáron, pont azért, hogyha olyan van, hogy esetleg romlana a tüzelőanyag minőség, amit behoznak aprítékként, akkor tudunk saját aprítékot úgymond hozzákeverni, ebben is odafigyelve arra, hogy viszonylag optimalizálni tudjuk a tüzelőanyagot, amit beviszünk a kazánba. Mi a helyzet a szemétégetéssel? Ez az úgynevezett SRF tüzelőanyagnak a felhasználása, amit ugye egyesek így illetnek. Ja, továbbra is tartjuk azt, hogy ugye az engedélyeink szólnak egy bizonyos százalékú bekeverésről. Mi azért ennek ugye a felét szoktuk bekeverni, de azt is mondhatom, hogy ugye 50 terazsúllal kevesebb SRF tüzelőanyag érkezett ebben az évben, mint amennyit eltüzelhettünk volna. Tehát nincs is olyan mennyiségű tüzelőanyag nem áll rendelkezésre, amit itt szabály szerint vagy engedély szerint bekeverhettünk volna. De most is azt mondom, hogy voltunk talán az adagolóknál. Tehát látszik, hogy szinte csak fával tüzelünk, tehát nagyon kicsi az a mennyiség, ami beérkezik. Továbbra is azt tudom mondani, hogy ugye itt vannak szabályok, hogy a PVC tartalomnak 1% alatt kell lenni, a klórtartalomnak 0,1% alatt kell lenni. Ezek nagyon szigorú határértékek, és ezeknek a betartása kötelező, és azt mondom, hogy a bizonyítványokat, amit kapunk minden sarzsról, tehát minden egyes, úgynevezett gyártás sarzsnak hívnak, annak van minőség ellenőrzése, és annak ugye megvan, hogy mennyi a fűtértéke annak a tüzelőanyagnak, mennyi a lebomló biológiai hányad, ami az, ami fosszilis hányad, illetve mi a klórtartalma, mi a PVC tartalma, tehát ezek mind-mind megfelelőségi, rendes megfelelőségi papírokkal érkeznek. PET-palacnak az ára az még mindig olyan magas, hogy körültségre eltüzel? A PET-palackot külön válogatják már rögtön a válogató művekben, tehát ezek elméletileg nem kerülhetnek bele. Ugye ez a főleg a szintelen ilyen PET-palackokért a piacon nagy kereslet van, tehát ezek nem kerülnek bele. Igazgató úr, mikor várható, hogy folytatják a felújításokat? Ugye most két kazán elkészült, két kazán hátra van. Két kazán elkészült, ugye ezek tapasztalatát tovább visszük, és ennek megfelelően fogunk majd dönteni a következő évek stratégiájáról. Ugye most maradt még a 9-es és a 11-es kazánunk, amelyek viszonylag, ugye ők voltak a legjobb állapotban. Amikor ide kerültünk, akkor idejöttünk, akkor egyfajta kis felújítást végeztünk rajtuk. Pont az volt az apropója, hogy a 10-es és a 12-es kazánnak a felújítását ki tudják húzni, tehát addig tudjanak szolgálni minket.
Szerencsére ezek a kis javítások jól sikerültek, jól tudtuk tartani az ütemet. Ugye az látszik, hogy ezek a sarokégők, amiket elkezdtünk alkalmazni, ezek beváltak. Most nyilván az égőket úgy is kell cserélni, tehát már ilyenre fogjuk cserélni. Tehát próbáljuk azokat a folyamatában cserélni ezeket az alkatrészeket, vagy ezeket a részeket a kazánon. Nyilvánvalóan ide fognak tartozni a Jungstein felújítások, a filter felújítások, tehát azt mondhatom, hogy majd szépen így folyamatosan megyünk tovább mind a két kazánnál a felújítással. Most már látjuk azokat a részeket, amiket mindenképpen érdemes és kell is felújítani. Ugye itt a filter az elengedhetetlen, a Jungström elengedhetetlen, a tüzeléstechnika elengedhetetlen, tehát ezeknek a felújítása a jövőben is folytatódni fog. Ez mellett elköteleztük magunkat egy hűtőtoronynak az építésére. Itt lesz egy harmadik hűtőtornyunk, amivel az így most már biztosan termelt gőzt ugye tudjuk turbinára engedni, és ezt hasznosítani. Úgyhogy ez még egy változás. Ezen kívül, amiben még lesz biztos optimalizáció, ugye a távfőrendszerrel való kapcsolat, most már ugye ez is egy a Bakony távfegy Veolia érdekeltség, úgyhogy ott is megpróbálunk a lehető leghatékonyabban együttműködni a jövőben, úgyhogy sok területen nyílik lehetőség az optimalizálásra, ezeket igyekszünk majd mind kihasználni. És természetesen folytatni azokat a felújításokat, amelyek úgymond nem a szigorúan a kazánhoz tartoznak, de mégis önfogyasztást csökkentenek. Mindig az a lényeg, hogy valahol kevesebb tüzelőanyagot égessünk el pont azért, hogy a saját működésünket fenntartsuk. Tehát ha jól értem, akkor most egy szusszanásnyi szünet következik, tanulmányozzák az eddigi két kazánon végzett munkát, hogy ez hogy sikerült, mennyire hatékony, és akkor abból folytatjuk. Kiindulva így van. Így lesz azoknak az alkatrészeknek a folyamatosan, most már folyamatosan tudjuk cserélni, tehát tudjuk, hogy mihez kell hozzányúlni. És akkor itt szépen egy-egy részt tudunk mindig felújítani bennük. És most mennyit fog üzemelni a két felújított kazán, és mennyit a két régi kazán? Tehát hogy képzeljék ezt el az emberek, hogy lehetőség szerint csak a két felújított kazán fog dübörögni éjjel-nappal, vagy? Hát lehetőség szerint megpróbáljuk nyilván használni a két felújított kazánt, hiszen ennek pont ezért csináltuk, ugye, hogy a lehető legjobb hatékonysággal és a legkevesebb környezetszennyezéssel működjön. Ez mellett pedig nyilván majd a két 9-es, 11-es kazánt is fogjuk használni. Hát viszont a karbantartásuk úgymond elengedhetetlen, vagy a felújítás elkezdése is, tehát nem elkerülhető. Úgyhogy majd szépen ezeket így összeillesztjük. Ugye kell egy karbantartási program, egy felújítási program. Azért az új kazánokat is illik karbantartani. Tehát ezeket ugye úgymond meg fogjuk tervezni, hogy egy-egy hónapra majd kiállogatnak, és akkor azokat a cseréket vagy javításokat elvégezzük rajta, ami időszerű. Tehát várjuk akkor a lakossági visszajelzést, amikor több kormot érzékelnek, én és azt gondolom, hogy nyugodtan tudom ajánlani azt, és nagyon köszönöm, akik eddig is megtették, és azt gondolom, hogyha van probléma, akkor is nagyon kultúráltan és diplomatikusan tudunk erről beszélni. Higgyék el, hogy én megpróbálok segíteni, nyilván, hogyha van jelzés, akkor nekem az egy segítség, meg tudom keresni, vissza tudom nézni, tudunk rajta segíteni, vagy tudunk rajta változtatni. De azt gondolom, hogy alapvetően az a cél, hogy úgymond észrevehetetlenül működjünk. Mert akkor azt mondjuk, hogy jól működünk, és akkor nincs itt ebben olyan, hogy problémára adjunk okot, vagy irritáljuk a környezetünket. Most erre mondanák a gonoszabb fórumozók, hogy akkor azért látják éjszaka a füstöt, mert akkor kevésbé észrevehető. Került fel ilyen kép is, ahol mutatják, hogy idézőjelben füstölnek a kémények, de erről... Hát alapvetően ugye azért azt kell, hogy mondjam, hogy ilyenkor a terhelés azért éjszaka. Ugye éjszaka kijövünk az úgymond csúcsidőszakból, és bemegyünk a völgy, illetve mélyvölgy időszakba, ilyenkor az erőműnek a terhelése, vagy a termelése minimalizált. Ekkor a lehető legkevesebb tüzelőanyagot égetjük el. Hát én talán azt gondolom, hogy nyilván ezt a képet így az ember nem ismeri, vagy nem látja mindig maga előtt, de azért viszonylag kevés az esély arra, hogy úgymond éjszaka mi megnyomjuk a kormot, úgymond. Tehát ez továbbra is azt mondom, hogy ilyen nincs.
Azt gondolom, hogy érdemes napközben nézni, hogyha így közel vagyunk hozzá, vagy én egyébként ugye a Urkut felől szoktam jönni, ott van egy olyan pozíció, egy olyan fensík rész, ahol pont a kémények tetejét lehet látni, és akkor onnan lehet látni, hogy milyenek a légköri viszonyok, illetve van-e füst. Azért azt kell, hogy mondjam, hogy az utóbbi idővel, főleg, hogy a tízes kazán működik, illetve kevesebb szelet használunk, azért sokkal kevesebb szel látom azt, hogy olyan füsthatások lennének, illetve az a régi, emlékszem, amikor ide érkeztem, ezek a korompöffenések, ezek a nagyon-nagyon fekete, egy viszonylag rövid ideig tartó, de mégis intenzív kormolások, ezek azt gondolom, hogy megszűntek. És továbbra is azon vagyunk, hogy ezt a programot folytassuk, és elérjük azt az eredményt, hogy ez az ajkai kormolás, ez már csak egy ilyen hát múlt idő legyen. Igazgató úr, köszönjük szépen, boldog új évet kívánunk, és jó egészséget, és további jó munkát. Én is nagyon köszönöm a lehetőséget, hogy bemutathattam ezt a változást. Köszönöm szépen a feltett kérdéseket. Jövőben is megpróbálok ezekre megválaszolni, illetve eleget tenni a kéréseknek. Úgyhogy azt gondolom, hogy minden kedves nézőnek boldog új évet kívánok, sikeres legyen ez az év, és egészséges, mert nagyon fontos, hogy ezt az időszakot egészségbe átvészeljük. Köszönöm szépen a lehetőséget!